Venga. Tisztelettel köszöntöm a Soproni és a Szombathelyi televízió nézőket. Egy hónapos szünet után folytatódik a férfi kosárlabda bajnokság az A csoportban, és itt a szünet után mindjárt egy nagy falat az SKC csapatának számára a listavezető és tavalyi bajnok Falkó KC Szombathely csapatát fogadják a Novomatic arénában, és hát én bízom benne, hogy egy nagyszerű mérkőzést látnak azok, akik kint vannak itt a Novomatic arénában, és azok is, akik majd felvételről, már az eredmény tudatában, ismeretében megnézik felvételről a találkozót. Hazai csapat érkezik elsőként a szokásos szerelésében, fehér szerelésében, egy kis kék színezettel, és hát a hagyományos fekete szerelésben, sárga számokkal a mezén a Falkó csapata, és ahogy az már eddig évek óta szokás, a vendégszektort csúrig megtöltik a szombathelyi szurkolók, akik minden évben szép számmal érkeznek Sopronból. Minden helyet elfoglaltak, illetve a karzaton is körbeállnak. Szurkolásban nem lesz hiány, és hát a soproni szurkolók is megtöltik az aréna többi részét. A találkozót Praks Péter, Farkas Gábor és Török Róbert dirigálják, dr. Páli Kálmán a szövetség ellenőre a mai találkozón. Praks Péter dobja föl mindjárt a labdát. Thompson, Takács, Carter, Rivers és Kini a hazai ötösben. Redik, Curry, Váradi, Benke és Filipovics a vendégcsapatban. Ők tehát a kezdő ötösök a találkozó előtt. Redik kap egy labdát a soproni gyűrű alatt, és egy ütközés Carterrel. Harcson a játékvezetők sípja, és hogyha nem is Carter, Rivers-el ütközött, Redick és Rivers kapja a személyhibát, úgyhogy már is két büntetővel indul a találkozó. És jövönte Redick biztosan dobja be az elsőt, és dobja be a másodikat is. Kérdés, hogy a csapatokat mennyire zökkentette ki a ritmusból az egy hónapos szünet, hogy a Falkóból hárman is a válogatott mérkőzéseken voltak. A soproniak négy edzőmérkőzést játszottak, közben Kini teszi tovább a labdát már Riversé, Carter ügyesen befordul és dob egy zicsert. Ezzel egalizál 2-2 az eredmény. Benke, Redick. Kitenni a labdát, visszatenni Benedeknek. Thompson elcsipi azonban a labdát. Benedek azonnal megállítja és elnézést kér tőle utána. Támadhat az SKC csapata. Kini, Thompson, ketten is támadják csapdázát, Kini indulásnál rálépett a vonalra, így visszakerül a labda Falkó csapatához. A tabella első helyezettje játszik a 11. helyezettel, 19 mérkőzése volt mindkét csapatnak. A Falkó 17 győzelem, 2 vereséggel áll az első helyen, még az SKC 7 győzelem, 12 vereséggel a 11. Filipovics dör be, fölteszi a labdát, és egy tiszteletkör után a gyűrűben landol a labda, 2-4 ezzel az eredmény. Rivers, Carter kicsit mélyen kapta a labdát, de még meg tudta fogni, viszont átdobja a gyűrű fölött, támadhat a Falkó. Benke, Filipovics távolról, és egy nagy tripla, jó messze a hárompontos vonaltól engedte el a labdát, 2-7 az eredmény. Nem véletlenül áll az első helyen a Falkó csapata, Kini labdája bent marad, 4-7, tehát nem véletlenül áll az első helyen a Falkó csapata,
véleményem szerint, és nem csak az én véleményem, hogy a legerősebb kerettel rendelkeznek, kiváló külföldiekkel és kiváló magyar játékosokkal, mint ezt Benedek Szilárd is bizonyította most. 4-9. Kéni. Thompson. Carter szabad volt előtte az út, de nem indult meg egyből. Nézzük Takácsot távolról. Nem sikerül. Benedek. Visszakapja a labdát, kiteszi balra, és egy újabb tripla. Igen, Curry volt eredményes, 4-12, tehát repülőrajtot vesz. A Falkó csapata semmit nem bíznak a véletlenre. Thompson Curryvel küzdött, Kéni, őt Benedek zavarja, aztán kilép, Redick is, ha kell. Kéni távolról, egy nagyszerű tripla. 7-12, látványos koszorokban tehát bővelkedik eddig a mérkőzés. Filipovic, Redick, Benkel, be tud törni, későn váltanak rá a többiek. 7-14, Takács. Rivers, ő is távolról vállalkozik, lepattanó labda, Carter nem tudja megszerezni, viszont Thompson igen. Rivers visszateszi Thompsonnak, elvállalja távolról, kipattanó labda, Benedeknek könnyű volt megszerezni, kedvező pozícióban volt. Filipovic, ott volt a rés, beindul, beviszi a labdát, viszont nem tudja rendesen felvinni és dobni. Kéni, nem csorog be a labda, viszont érkezik Carter, Eric Carter, és beéti a gyűrűbe. 9-14 tapad ellenfelére a Sopron, lüktető játék, lendületes játék, szép kosarakkal, és 14-9-es Falkó vezetéssel. Curry, ismét távolról a lepattanó, Takács fölött szerzi meg Filipovic, 4, illetve 3 Soproni gyűrűjében nem tudja megoldani a feladatot. Thompson hozta fel a labdát. Rivers labdája le a gyűrűről, Kini ismétel, az övé is lepattan, és elhagyja a játékteret. A dobóhelyzetek megvoltak a Soproni oldalon is, de most több távoli dobás is kimaradt. Szorosabbá lehetett volna tenni a találkozót. Benke. Érdekes, hogy a tabellát vezető Falkó csapatából a szövetség statisztikai listáján közben egy újabb tétra, ezúttal Benke, bocsánat, Benedek, Váradi Benedek talált le. Egy szabálytalanság. Cserél a vendégcsapat, Váradi megy le, és érkezik 21-essel Hooker. Tehát azt kezdtem el mondani, hogy kiváló játékosokból áll a Falkó csapata, mégis a statisztikában egyedül Lék szerepel, ő a blokkolásban 7. a 8-as listán. Ebből is látszik, hogy mennyire megosztanak a terhek, illetve a feladatok a játékosok között a Falkónál. Mindenki teszi a dolgát. Nem az a lényeg, hogy első vagy második azon a ranglistán, hanem az, hogy a csapat csapatként mit nyújtanak. Közben kimarad egy távoli dobás Soproni részről, is támadhat a vendégcsapat. Filipovic lerázza magáról Takácsot, viszont pontatlan a dobása, és Thompson indíthatta. Kénét, Rivers, bepottyan a labda, bepottyan falttal együtt. Redick kapja a személyhibát.
újabb csere, lemegy Curry és lemegy Filipovic, érkezik Dövon. És 31-esen lék, nálunk is csere van, Kini és Takács mentek le, Supola és Taurasz jön be helyettük. Rivers plusz dobása is jó, 12-17 az eredmény. Redik tette tovább. Per Zoltán is pályára került a vendégeknél. Ez visszajátszás, a Thompson szerzi meg a labdát. Egy szép szerelés. Viszont a labda az érkező Rivershez kerül, és élt a lehetőséggel. A Soproniak 23-asa, 14-17. Taura szabálytalankodott Perz Zoltánnal szemben. A második csapat személy hazai oldalon, három van már a Falkó csapatának. Perl. Raks Péter ad egy személyhibát Eric Carternek. Érzésem szerint a labdát ütötte ki az ellenfél kezéből Carter, de hát a játékvezető így döntött, nincs mit tenni. Perl tör be, nem tud dobni passzal. Benke Szilárd egy ijesztés után dob, a labda lejön. Supola Zoli szerezte meg. Taurasz elvállalja a dobást, nagyon rövidre sikerül. Devon. Perl. Hüker. Még mindig Hüker, tovább teszi. Benke távolról, ezúttal sem jó a dobás, kiperdül a gyűrűből. 2:20 van vissza az első negyedből. Lendületes, gyors, jó a játék. Rivers, Benke mellett érvényesíti magassági fölényét. 16-17, egy pontra zárkozott el az SKC csapata. Hooker visszakapja Perl Zolitól a labdát. Perl, Hooker, tovább a sarokba, ismét Benke, ezúttal sem jó, ez már a harmadik rossz kísérlete volt Benke Szilárdnak. Akár a vezetést is megszerezheti a soproni csapat ebből a támadásból. Taurasz. No nézzük, Dövon mellett próbálkozik, visszateszi Supolának. Dobni kellene, Supola kezéből kiesik, Rivers, és letelt a támadóidő. Látta Hooker is, hogy mennyi idő van vissza, gyorsan megindult, kapta is a labdát. Hooker sodorta ki, tehát Soproni játékos hoztatja majd játékba. Hát nem vettük át a vezetést, hanem kaptunk egy kosarat, itt 16-19. 31-esen a lék a pályán, Redik ment le. És kérem, ha megnézzük az ellenfél csapatát, a teljes kezdő ötösét lecserélte Gasper Okor, és hát egy ugyanolyan erősségű ötös van a pályán. Hetessel bíró Olivér is játék lehetőséget kapott. Egy szabálytalanság a vendég oldalon, négy csapat személyénél tartanak. Taurasz, de Von mellett tud betörni, aki mellett elmegy, és Washington de Von. Szabálytalan az ötödik csapat személyi. Jogél a Taurasz dobhat két büntetőt, Eric Carter megy le, és Werner Viktor érkezik a helyre.
55,7 másodperc van vissza az első negyedből. Az első büntető jó, 17-19. A második kipattan, nem tudja Rivers megszerezni, viszont Tauras visszaszerzi. Csak ijesztiget, Rivers egy hármasra vállalkozik, és bedobja, és ezzel átveszi a vezetést, ha egy ponttal is az SKC csapata. 20-19. És még lesz egy támadási lehetősége, valószínű a Sopperi csapatnak is. Perl. Lég emelkedett. Egy falt. Soproni részről. Rivers második hibája. Ez Szilveszter Lék. Két büntetőt dobhat. Az első a gyűrű tövéről. Pattant ki. A második is. Thompsoné a lepattanó. Nézzük ebből akármit kosár is születhet. Thompson eldobja. Rivers megszerzi. Nyugodtan lehet még játszani. 12 másodperc. De még támadhat utána. Falco is egy néhány másodpercig. Rivers kezéből kipattan a labda. Buta hiba. Cserél csapatunk, Rivers megy le, nehogy véletlenül még egy faltot fújjanak neki, kettő van már, Fazekas Csaba érkezett a helyére, 10 másodperce van a támadás végrehajtásához a Falco csapatának. Per Zoltán indul meg, perdül, fordul, és becsorog a labda. Ezzel a duplával visszaveszi a vezetést, ha egy ponttal is a vendég csapat, viszont én úgy gondolom, hogy dicséret illeti az SKC csapatát, hiszen teljes mértékben lépést tud tartani neves ellenfelével. Az első negyed után SKC Falco 20-21. Fazekas révén jöhet a soproni csapat a második negyed elején. A két csapat az alapszakasz első felében Szombathelyen december 27-én találkozott egymással, és akkor 80-68-ra nyert a Falco. Tauras távolról a lepattanót próbálta Werner megszerezni.
Supolának fúj be. Farkas Gábor egy szabálytalanságot, egy faltot. Jöhet a Falkó. Bíró, Lék, Hooker, Devon, Perl. A pályán a vendégcsapatban. Ezúttal Fazekas kapta a személyhibát. Perl. Fazekas mellett könnyedén megy el. Húsz-huszonhárom. Kéni. Áthúzza a másik oldalra. Fazekas. Gyönyörű tripla. Nagyon szép a fiatal játékostól. 23-23. Uha. Nagyon jól látta meg Póker, hogy szabad az út, de kihagyta. Fazekas visszateszi Taurasnak. Supola. Bíró volt szabálytalan. Két dobás mutatja Praks Péter. Nagy lendület elindult meg Supola. Érezte bíró, hogy könnyedén elmegy mellette Zoli. Gyorsan faltolt. De jár a két büntető. Kicsit nehézkesen, de bemegy a labda, bepottyan a gyűrűbe. 24-23. A második csont nélkül van, 26-23. Cserej hazai oldalon, Rivers jött vissza, és Werner Vitya ült le. Perl. Visszajátszást reklamált Levrakis, de van zsákol egy nagyot. Hát azt hiszem, hogy ezt videózással lehet eldönteni, hogy visszajátszás volt-e. Supola dobása nem talált a gyűrűbe. Perl három pontos kísérlet, lepattanó Supoláé. Nagy ramot diktálnak a csapatok. Fazekas. Egy ívelés Taurasnak. Bíró eltalálta Taurasz kezét. Ha nem is nagyon, de elérte. Alapvonal mögül jöhet a soproni csapat. 15 másodperc támadó idő maradt. 25-25 az állás. Kéni beláll szépen egy tempóba, és nagyon pontos a dobás. 27-25. Fej-fej mellett haladnak most a csapatok. Perl. Lég próbál fordulni Taurasz mellett, Török Róbert sípol. Taurasz második hibája. Csere a vendégeknél. Váradi jött vissza. Váradi. Lég próbálkozott megint, de ezúttal nem sikerült neki. Fazekas. Kéni. És ismét betalál Kéni. 29-25. Váradi. Perl. Palánka teszi a labdát. Rivers tudja megszerezni.
a játékszert lék elől. Fazekas, és meg Faltal együtt. Bocsánat, Supola. Takarásban volt. Supola a pontszerző, és jött egy plusz dobás is. Bíró harmadik személy hibáját gyűjtötte be ezzel, tehát nyilván cserélni fog. Gasper Okan, és időt kérnek a vendégek. Hiszen 31-25, 6 pontos előnyre tett szert a második negyed elején az SKC csapata, az minden várakozást felülmúl, úgy érzem, úgy érthető a vendégedző időkérése. A Zoli plusz dobásával folytatódik tehát az időkérés után a mérkőzés. 32-25. Perve. De van, lepattanó labda, megszerzi Redik. És behorgolja, egy rövid horoggal beteszi a gyűrűbe a labdát, 32-27. Kéni. Váradival néz farkas szemet. Tauras. Szépen betör, és zsákol. Taurasznak szólnak közben a játékvezetők, hogy ne lengjen annyit a gyűrűn. Nem sikerül labdát szerezni, Perl szabálytalan, Fazekas. Második hibája. A kosarat megadták, tehát 34-29, és jöhet a plusz dobás. Thompson jön be Fazekas helyett a soproni csapatba. A 30. pontját szerezte csapatának Per Zoltán. Kéni, Thompson. Rivers fordul, és nagyon pontosan dolgozik. Rivers egyébként most már 12 pontos, a csapat legeredményesebb játékosa, és a mezőny jelenleg legtöbb pontot dobó játékosa. 36-30. Váradi. Curry. Redik, jól érkezik, a palánk alá Devon, és az ő duplája után 36-32.
Supola. Átteszi a másik oldalra Kéninek, Kéni pedig dob egy hármas. 39-32. Kéni is 12 pontos ezzel. Váradi pedig labdavezetés közben elveszíti a labdát. Túlságosan magasra pattant föl a labda, és így csak meghúzni tudta Újhegyel. Újabb csere hazai oldalon, Tauraszka pihenőt, és Eric Carter érkezik. 4 perc, 50 másodperc van vissza a második negyedből. 7 pontos soproni vezetés, 39-32 az állás. Thompson. Supola próbálja visszatenni, végül is eljut Kini ez a labda. Lábat ért, igen. Szombathelyi játékos lábáról pattant tovább a labda, ezt látta meg Farkas Gábor. Alaponal mögül 14 másodperces támadó idővel jöhet a hazai csapat. Nagy a mozgás, Rivesz kéri el és kapja, Carter ott van előtte Redick. Visszateszi Kininek, Kini megint egy tempóra vállalkozik, ez lejön, de Supoláé lesz. Nyugodtan nem sürget az idő, van idő arra, hogy valami figurát csináljanak a fiúk. Carter, a horog, lejön, Rivesz próbálja megszerezni, de odapattan Supolához, Váradi pedig szabálytalan. A negyedik csapatszemély 4-4, a csapatszemély száma. Oldalról jött a Sopron, kinyitja a pihenőt, nagyon kihajtotta magát és nagyon jól játszott, 12 pontot dobott. Tokás Norbi van fönt most a pályán helyette. Elveszi, de van, Tokástól a labdát, érkezik Váradi, kijátszák Zicserrel. A Falkó játékosai is körül zsákolt egy hatalmasat. Supola. Tovább kerül a labda Carterhez. Támadó faltot reklamálnak a vendégjátékosok. A Supola Zoli és Váradi veledik is megbeszélik Braks Péterrel egyetemben, hogy miért nem ítéltek támadót. A kosár viszont jó, 41-34. Váradi. Redick. Curry. Redick már ott a palánk alatt, nagy lendülettel tört be. Benke Szilárd kisodolták a kezéből. Váradi nagyon messziről, de lejön a labdája. Szétárja a karját. Thompson. Passzolni kéne, érkezik Takács. Ó, onnét kihozta a labdát. Thompson kiteszi Takásnak egy hármasra. Nincs kosár, viszont odaüti. Ó! Carterhez ütötték a labdát, nem tudott élni a lehetőséggel. Tiszta zicser volt pedig. Na nézzük, de von visszateszi a labdát. És ezúttal is Curry volt eredményes egy hármassal. De 41-37. Nagyon nagy az iram. Támadó falt mutatja Farkas Gábor. Ha jól láttam, akkor Carternek ítélték. Igen, Carter kapta. Időkérés van, ezúttal is a Falkó csapatánál van az időkérés. 41-37-es állásnál 2 perc 38 másodperc van vissza az első fél időből. Olyan hajtás van, mint a
Cserélt is a vendégcsapat. Filipovics van pályán, mellette Redik, Benke Szilárd, Váradi Benedek, Curry. Benke Szilárd tör be, tovább szereti tenni a labdát Rediknek, de jó volt a védőmunka hazai részről, és lépéshibát követett el. Benke nem tudta passzolni a labdát. Hatalmasat hajt és küzd, és tartja az irabot a soproni csapat is. Kérdés, hogy bírják-e a fiúk, hiszen 10 játékos tudott csak nevezni. Kostas Flevarakis, hiszen továbbra is sérült élő Bálint, Molnár Marcel beteg. Carter elvállalja, de rossz dobás. Visszahúzza még Thompson, de ellenfélhez Váradi. Supola lépett oda finoman, és állította meg, mielőtt még esetleg kosarat kapta csapata. Viszont 2 büntető jár, mert túl van a hazai csapat ebben a negyedben, az 5 csapat személy. Váradi Benedek tehát, aki eddig 5 pontot szerzett, és megszerzi a 6. is. Kettő pontra zárkózott fel a Falkó csapata, 1 perc 45 másodperc van még hátra a második negyedből. Rivers, jön Thompson, elvállal egy triplát, rövid a dobás, Curry a labdával. Megy, Curry, megy, visszateszi Filipovicnak. Okor nagyon-nagyon győzködi Farkas Gábort. Takács kapta a személyhibát. Filipovics Márko dobhat 2 büntetőt. És ezzel egyenlített csapata. 41-40. És 41-41. Több támadást is pont nélkül zárt a soproni csapat. Thompson. Határozottabb a védekezése a vendégcsapatnak. Kipattan a labda, és Redik szerzi meg. Curry pedig, illetve Hooker mutatja, hogy mi következik. Váradi Benedek helyett jödőbe. Hooker.
Redik, és nem tudja beejteni a Győrűbe. Marad a 41-41. Thompson, egy lágy emelés, ejtés. És ez volt Thompson első kosara a találkozón. Tőle majd többet várunk. 43-41. 20 másodperc hátralévő idő. Filipović, Denke, könnyedén tudott elmenni Rivers mellett. 43-43, és kikéri első idejét Kostas Flevarakis. 13,8 másodperc van vissza, nyilván ez alatt kellene alkotni valamit, amiből pontokat tudna szerezni a soproni csapat, és vezetéssel vonulhatni esetleg hosszabb pihenőre. Kini, Takács, Thompson, Rivers és Tauras. Ötös a pályán a Sopronnál. Még 7 másodperc, még 6. Lassan dobni kell. Kini fogja elvállalni, elvállalja. És nincs kosár. Nem biztos, hogy ezt beszélték meg, hogy Kini fogja így elvállalni. Jól védekezett a Falco, tehát a első fél idő után 43-43, egyik csapat sem tudott előnyt kiharcolni. A találkozó elején 5-6 ponttal vezetett a Falco, aztán ugyanígy vezetett már 7 ponttal is az SKZ csapata, végül is egál az eredmény 43-43. Reméljük, hogy ugyanilyen lendületes és jó játékot látunk a folytatásban is. Az állás, mielőtt még megkezdődne a harmadik negyed, és Benke Szilárd kezéből indult útjára a labda. Mindkét oldalon a mérkőzést megkezdő ötös a pályán, 3 passz után távoli dobás, Filipović Márkóval is azonnal 12 másodperc után már egy triplával gazdagodott a Falco csapata, 43-46. Labdát szereznek a vendégek, és ebből megint kosár lesz, nem. Nagyon szépen szerel Thompson, Redik kezéből tudta kijutni. Egy eladott labda volt hazai részről. Jobban kell figyelni, biztos vagyok benne, hogy talán még ennél is magasabb fokozatba kapcsol a Falco csapata, mint amit produkáltak az első fél időben. Curry beteszi a labdát Rediknek, és még Curry megnézi a Győrét, szépen rákészül, és a labda kipattan, Váradi Benedek megszerzi, és dob egy duplát. 43-48.
5 nullával indít a vendégcsapat. Kini, Carter. Tovább teszi, Rivers, Carter. Carter, lassan dobni kellene, de ott a csapda, rápattintja Filipovics Bárkó lábára, a testére, róla megy ki, viszont 1,4 tized másodperce maradt. Az egy csapatnak, hogy befejezze a támadást. Nagyon keményen, nagyon határozottan, agresszíven védekezik most a Falkó csapata. Kéni, lepattanó labda, már is indulnak. Váradi, távolról, rövid a dobás, Kéni a labdával, Thompson, szépen kivár, kitartja, nem ad esélyt Benke Szilárdnak, hogy esetleg blokkolni tudjon. 45-48, megvan az első hazai kosár is a harmadik negyedben. Benke, Curry. Lecsorog a labda. A vendégcsapatban mind az öt játékos kiváló, három pontos dobó is egyben. Tehát a magas emberek is. Kéni vissza tudja tenni Thompsonnak, aki megugrasz egy kicsit Váradi Benedeket, aztán dob, de rövid a dobás. Jöhetek a vendégek. Filipovic, Curry. Nem tudta föltenni a labdát, Redick. Carter kezében akadt el a labda. Thompson, Rivers, Curry mellett próbálkozik, aki egy kicsit megdolgozza hátulról. Currynek egyébként az első hibája. A vendégcsapatból 8-an dobtak pontot, senki nem érte el a tizet. Az első fél időben a Sopronnál 7 játékos szerzett pontot, 2 vannak 10 pont fölött. Ezúttal Carter volt eredményes, és ezzel ő most 8 pontos. 47-48, egy pontra zárkozott fel az SKC csapata. Benke, Redick, Váradi, Benke, a sarokban Curry várta, és nem pattan ki a labda a gyűrűből. 57, de jó lenne, ha annyi lenne nekünk, de 47-51. Thompson, Carter kapna egy labdát, nem véletlenül nem érte el. Filipovics Márkó tartotta egy kicsit vissza, csak éppen annyira, hogy ne érje el, de ezt észrevette. A játékvezető Filipovics első személyi hibája. Kini. Tokács várja itt. Ezen az oldalon a labdát. Rivers dobása felpattan a gyűrűről, és nincs kosár. Curry. Benke. Redick. Takácsnak fújják a személyhibát, pontosabban Praks Péter. Csere van a vendég oldalon. Váradi ment le. És Hulker jött be helyette. Redick dobhat büntetőket. Az első rövid. Ez sem jó. Első fél időben 9 büntetőből 7-et dobtak be a Falkó játékosai. Ugyanez a Sopronnál 6-ból 5. Kini.
nehezen tudja tovább tenni, de tovább tudta. Nagyon erőszakosan, nagyon keményen védekezik a vendégcsapat. Kint itt nagyon távoli dobása nem jó, és el is hagyja a játékteret a labda. Újabb pont nélküli soproni támadás. Walker kezében volt a labda, már a Benke. Redick elől, közköl el, reverse. Kettős csere hazai oldalon. Takács és Kini mennek le. Tauras és Supola érkeznek helyettük. Benke pedig keresi a társat. Walker személyében találja meg. Távoli kísérlet, a lepattanót begyűjti gyorsan Carter. Curry nem talált a gyűrűbe. Thompson. Rivers. Rivers indul meg középre, Carter. Thompson, Carter. Egy szép ejtés, de rövid. Filipovics nem okozott gondot, megszerezni a labdát. Több két méter feletti játékosa is van a vendégcsapatnak. Ennek ellenére érdekes módon 21-16 volt a lepattanó arány a Sopron javára az első fél időben, tehát több lepattanó gyűjtött be a hazai csapat. Ismét lepattanót szereznek a vendégjátékosok. Na nézzük! Ismét hazai szabálytalanság volt ezek szerint. Török Robert látta Supola Zoltánt szabálytalanok, akinek ez a harmadik hibája. Curry Pearl csere a Falcónál. Supolát figyelmezteti Rax Péter, hogy adjon helyet a vendégjátékosnak, Benke. Redick. Carter kapja a személyhibát, harmadik hibája. Alapfoglal mögül jöhet majd a szombathelyi csapat. Walker, Pearl, Filipovic. Messzere pattan a labda, de Walker begyűjti, majd szerez egy duplát. 53-47, hosszabb szünet után szerez pontot a vendégcsapat. Most már illenék nekünk is. Rivers. Redick teszi ki a csípőjét. És szerzi meg a második személyhibáját. Redick helyett érkezik Lake. És ezzel semmit sem gyengült a szombathelyi csapat. Na nézzük Supola távoli dobását, bent van. 50-53. Lake. Pearl. Walker. Filipovic. Jó a tripla. 50-56. Carter. Thompson. Tauras. 52-56. Tauras 5 pontos. A vendégek Dél Filipovics 13. Curry 11-el van 10 pont fölött. Tehát 11 pontos. Filipovic megint távolról. Nem sok hiányzott hozzá, de nem volt benn.
a soproni csapat szerencséjére. Újra próbálkozhatnak a vendégek. Perl bejátszana a Léknek. Taurasz kezéről odapattan a Lék kezére, aki nem tudja birtokolni, így jöhet a soproni csapat. 2 perc, 36 másodperc van vissza. A harmadik negyedből nagyon gyorsan eltelik. Ennek a negyednek az ideje viszonylag kevés kosárral. Carter, Thompson próbál betörni, fölteszi Carternek, aki egy shell után nagyon szépen teszi föl. 54-56. 2 pontra zárkózik az SKC. Perl, Hooker. Hooker indul meg, és még magasan teszi a palánkra. Ide-oda pattog a labda végül, Carteré lesz. Taurasz indul meg, na nézzük, mire megy. Nem lesz belőle dupla. Perltől nem tudott igazából pontosan dobni. Na nézzük. De Perl ugyanígy járt ezúttal a másik oldalon, ő sem tudta megoldani. Gyorsan odaüt Filipovics, Márko, Thompsonnak. Carter Üller, Werner Vitya jön be, Benke Szilárd helyett pedig érkezik Curry a vendégcsapatban. Egyenlített a soproni csapat egy duplával. Thompson, Supola, na nézzük, akár onnét dobhatott volna, de nem vállalta be Taurasz, ő bedobja Filipovics fölön. 56-56. Ledolgozta hátrányát a Sopron KC csapata. Filipovics, Hooker. Nagyon jó, nagyon izgalmas mérkőzés. Curry teszi tovább, de úgy teszi tovább, hogy Lék még nincs közel, távol van. A vezetés megszerzéséért indulhat a Sopron KZ csapata. Thompson a labdával. Fazekas. Rivers. Kipattan a labda. Talán egy kicsit túl szigorú ítélet. Egyszerre ment a labdára. Perl. És Werner Vitya győzött az ismertebb játékos. Rövid pihenő után Várodi Benedek ismét a pályán. Perzoli. De von teszi át, aki most jött be. Na nézzük, övé a labda. És rálépett a vonalra, igen, megcsúszott Devon. És hát a bal lába szépen kicsúszott a vonalon kívülre. 35 másodperc a negyedből hátralévő idő. Újabb lehetőség a soproni csapat előtt, hogy vezetés szerezzen. Egyértelmű szabálytalan. Váradi Benedek a válla fölött próbálta kiütni a labdát. Supola Zoli kezéből. Aztán azt megszokhattuk, hogy a vétkes játékos egészen másképp látja a megítélt helyzetet, de hát ez így szokott lenni. Supola Zoli bedobta mindkét büntetőjét, 58-56. Még 18 másodperc van. Perl indul meg, nagy léptekkel ütközik, a lepattanó pedig Supoláé, Werner Vitya zárkózik fel, de érkezik Taurasz, és nagyon szép szerelés volt Léktől. Ott van Devon,
zsákol egy nagyot, és ezzel zárul a negyed, 58-58 az állás. Kár volt ezért a kimaradt Tauras helyzetért, el kell ismerni, hogy Lead hatalmasat szerelt saját palánkja alatt. 58-58, tehát egyik csapat sem tudott előnyt szerezni a harmadik negyedben, és azt mondta, hogy bármi lehetséges, még nem dőlt el a találkozó, messze nem dőlt el, főleg így, hogy egyenlő az állás. Rövid szünetet kihasználva, először a soproni tábor, aztán a szombathelyek is hangot adtak biztatásuknak, és azért hadd jegyezzem meg, nem mindig volt jellemző a két szurkolótáborra, hogy itt a mérkőzéseken, hát hogy fogalmaznak, sportszerűen szurkoltak volna, illetve foglalkoztak volna egymással. Hát a mai találkozón eddig semmi negatívum nem volt, nagyon sportszerűen biztatja mindkét tábor a sajátjait, és valahogy így is kell, és kellene mindig csinálni, és reméljük, hogy ezentúl így is lesz. Na, egy kimaradó helyzet Soproni részről, és Dövon előtt a lehetőség, aki nem él vele, kipattan a labda, lép kezéről, és a hazai csapat jöhet. Az utolsó, mindent eldöntő, várhatóan mindent eldöntő negyedben. Supala. Tauras. Kiütik a kezéből, egy hosszú indítás per Zolinak, még éppen meg tud állni az alapvonal előtt, átteszi a másik oldalra, köré. Váradi, rövid dobás lejön, de érkezik Lék, és nem okoz neki gondot beejteni a gyűrűbe. 58-60. Hát igen, itt minden támadásból szerzett pontnak, minden kimaradó helyzetnek nagy-nagy jelentősége lehet. Supala Zoli nagyon szépen megy be, és oldja meg egyedül a feladatot, 60-60. Bármi lesz a végén, úgy gondolom, hogy hatalmas dicséret a soptoni fiúknak, hiszen jóval esélyesebb a Falkó csapata, de a fiúk mindent megtesznek, nagyon-nagyon küzdenek a sikerért. Váradi Benedek szép megoldása, ugyanúgy, ahogy Supala egyéni vállalkozásban oldotta meg. Tauras megugrasztja körét, aztán bepattan a labda. Szerencse is kell hazai pályán, és ezúttal megvolt az is. 62-62. Perl. Fazekas mellett nem tud elmenni, besegít Werner Vitya, Devon, Váradi, eleség, de nem tudom miért, senki nem volt a közelébe, Farkas Gábor mutatja, hogy gyorsan álljon fel. Fazekas szépen fölteszi, ó, de kár, hogy nem ment be, próbálja elütni a labdát, Lék elől befújnak neki egy faltot. Oldalról jöhet,
Devon révén a Falco csapata. Váradi mondta a figurát, hogy mire készüljenek a többiek. Lég kap egy jó átadást. Thompsonnál egy jó fejjel magasabb. 62-64. Csupala, Carter, Keeney, Thompson. Tempo és jó. 64-64. Cserére határozza el magát Gasper Okorn. Méghozzá kettőssere lesz, Redick és Curry készül, rövid a dobás, Taurasi a lepattanó. Bocsánat, Hooker készül, Redick mellett, Tauras, Keeney, ó! Jönni kellett volna Supolának, oda se nézett Keeney, úgy tette oda, de ugyanígy eladja a labdát a Falco csapata is. Most van a csere. Lemegy Lék, érkezik Redick, lemegy Váradi, és érkezik Hooker. Keeney hozta fel a labdát. Érdekes kard, kardba fűzve. Hát ilyenkor általában a védőjátékosra fújják a faltot. Curry kapta, illetve a Hooker kapta, második hibája. Keeney. Csupola. Tauras. Közelebb megy. Curry szerelését ítélik szabálytalannak. Nem csak a labdát, hanem a kezet is vitte. Curry keze, második hibája. Ismét cserél a vendégcsapat. Perl megy le. És Benke Szilárd érkezik. Jogel a Tauras pedig kettő büntetőt dobhat. Nem vállalt el távolról, bevitte a gyűrűhöz. Dobás közben szabálytalankodott Redick. Sajnos nem jó az első büntető. A második igen, 65-64. 6 perc a hátralévő idő a találkozóból, ez még sok mindenre elég. Hooker, Devon, Redick, Tauras előzte meg. Hooker kezében a labda. Újabb bedobás, vendégbedobás következik. Benke. Thompson zavarja. Lépés hibát foly Török Róbert. Nagyon messziről indította a dobást, a labdalejtés nélküli lépéseket, Benke Szilárd, és egyel többet lépett. Thompson próbál betörni, Keeney. Kemény csata. Tauras esett egy nagyot,
itt pedig Supol a szabálytalan. Az imént nem reklamált Okon, most igen. Taurasz nem véletlenül esett el, azt is érdemes lenne videózni. Videóbírózás következik. Nem volt még a mai találkozón. Hát igen, ahogy közelítik a mérkőzés vége, és egyik csapat sem tud nagyon ellépni a másiktól, felvált esnek a kosarak, bizony forrósodik a légkör, a hangulat, a játékosokban is a tűzés, mindenki is érintkezésnek, faltnak, nem faltnak, nagy szerepe van, és a bírói ítéleteknek is nagy szerepe van, hiszen ahogy látjuk, meg megszokhattuk már, egy-egy ítéletnél mindkét fél egészen másképp látja az esetet. Mindenki a maga megítélése szerint szeretné az ítéletet, de ez nem így működik, mert hát a játékvezetők döntenek. Tévedhettek hol az egyik, hol a másik fél számára. Praks Péter pedig azt mutatja, hogy Supol a Zoltánnak sportszerűtlen szabálytalanságot fújt, vagy ítél. Benke Szilárd dobhat. 65-65. A második is bent van. És a dobás után a vendégcsapat jöhet. Benke. 66-65, egy pont vendégcsapatnak. Thompson próbál labdát szerezni, és a kezéhez kap. Igen, csak sistergett, gondolom, ahogy csúszott. Jól megégette a tenyerét. Nagyon kellemetlen lehetett. Thompsonnak törölni kell a pályát. A soptoni csapat jöhet majd oldalról a takarítás után egy pontos vendégvezetésnél. 5 perc, 11 másodperc van vissza a mérkőzésből, és Okon mester Farkas Gábor győzködi ott az oldalvonal mellett. Kényi, Taurasz, Thompson, közelebb megy, Carter ügyesen után, nagyon szép dupla. Nagyon taktikusan, nagyon higgadtan, okosan oldotta meg Carter. 67-66. Curry. Ready. Hooker, távoli dobás és pontos dobás. De Von talált be a három pontos vonalon kívülről. 69-67, kettő oda. Thompson. Taurasz triplára vállalkozik, az övé is bent van. Eszméletlen nagy küzdelem és nagy küzdelem a pályán. 70-69 a Sopronnak. Nagyon-nagyon nagy meccs. Curry távolról. Lejön a labda, Carteri a lepattanó. De Von kapja a személyi hibát a harmadik csapat személyi vendégoldalon. Benke Szilárd helyett érkezik Váradi Benedek.
3 perc 58 másodperc a hátralévő idő. Egy ponttal a Sopron KC csapata vezet. Thompson. Elvállal egy triplát, lejön, nem kellett volna, bőven volt még idő. Hát, ha bemegy, akkor nagyot kiáltunk. De nem ment be. Váradi, Redick. Váradi. Vissza fogja tenni a labdát, igen. Curry, ugye egy ejtés, pontos a labdája. 70-71, most egy oda. 3 perc, 15 másodperc van vissza. Carter, Thompson. Egyértelmű szabálytalanság. Nem is tiltakoznak a vendégek. Redick harmadik hibája. Kéri kezével a labda. Tauras. Mozogni kéne a többieknek. Carter. Elvállalja Carter. A lepattanót próbálja Supola megszerezni. És Supola kipontozódott. Hát Supola is a labdát volt igaz, hogy hátulról. Takács Norbi jön be, Supola helyett az első kipontozódó játékos a mérkőzésen. Időt kér gyorsan, Kostas Flevarakis. 2 perc 52 van a végéig, és egy ponttal vezet a Falkó csapata. A vendégcsapat, Hooker, Váradi, Hooker, nagyon jó bejátszás, Carter volt szabálytalan, nagyon egyedül maradt Devon a gyűrű alatt. Az ő büntetői következnek. Ki marad az első? A folytatásban, a 21. fordulóban ismét nagyon nehéz ellenfele lesz a Sopron KC csapatának, és a második is kimarad közben. Az SKC a Szolnoki Olaj Bányász csapatát fogadja egy szerdán, március 11-én, a Falkó pedig hazai pályán a Jászberénnyel találkozik. Thompson. Redick lába maradt ott. Negyedik hibája. És dobhat Bernard Thompson, aki még mindig a tenyerét nézegeti.
is dörzsölgeti. A szembizonyos részen sok bőr nem maradhatott a csúszás után. 71-71. Csere. Perl jön be. Hooker helyett. Perl. Curry. Perl. Curry. Váradi. Nagyon rossz dobás. A labda a Soproni. Thompson. Tauras. Próbál emelkedni. Curry blokkolja. Már nem a labdát, hanem Tauraszt. Devon megy le. És Filipovics érkezik helyette. Közben Curry értekezik Praks játékvezetővel, és beszélik meg, hogy az imént mi is történt. Az első jó. 73-71. Egy perc, 58 másodperc van egyébként vissza a találkozóból. A második is bent van, 74-71. Váradi. Perl. Váradi. Egy szökkenés tovább teszi. Kimaradó helyzet másodszor is. A harmadik már bemegy. Két kísérlete volt Rediknek. Egy Benedeknek, és ebből lett egy dupla. 74-73. A labdát kell megtörölni. Tauras hozza majd játékba a játékszer. Thompson. Carter. Tauras. No, de szép bejátszás volt. Carter, és meg tudja csinálni. Azonnal időt kér. Kasper Okorn. 76-73, ismét 3 pont. 1 perc 20 van vissza. Itt most már minden pontocskának, minden kosárnak hatalmas jelentősége van. Jelen állás szerint 3 ponttal vezet a Soproni csapatját. Ez még nem jelent semmit, hiszen a hátralévő idő alatt nagyon sok minden történhet még. Filipovics kapja majd a labdát Farkas Gábor játékvezetőtől. Ja, Falkonál már megvan az 5 csapat személy, a Sopronnak 4 van, tehát egy falt esetén már dobna a Falkó csapata. Váradi, Perl. Perl megy. Curry.
Váradi, Curry, Redick. Labdát szerez a csapat, Tauras. Váradi kapta a személyi hibát. Tehát két büntető következik. Váradi természetesen ide sétál, Plaks Péterhez is érdeklődik. És megbeszéli vele, hogy miért is volt falt. Tauras kezében a labda. Ezután jobban szeretik volna gyűrűbe látni a labdát, de nem ment be, pedig nagyon kellene, nagyon kellene. A második jó. 77-73. Az utolsó percen belül vagyunk. Váradi Perl a labda útja. Perl tovább teszi, Filipović távolról, kiperdül a labda, Redick szerzi meg, gyorsan járatják, Váradi, az ő labdája is lejön, és kié lesz. Na nézzük, videózás jön, visszanézés. A sopronok egyértelműen állítják, hogy ők jönnének, hát majd eldől. Ennek is nagyon nagy jelentősége van. 40,7 másodperc van vissza, és hát a izgalmak nem csökkentek, sőt fokozódtak. Nagy megbeszélés mindkét csapatnál. A Falkónál Váradi Benedek adja az instrukciókat. A soproni csapatnál Kostas Flevarakis beszél a fiókkal. Az ítélet az, hogy a Falkó csapata jön. Övék a labda. Időkérés, lássuk, hogy hol. Időkérés a vendégcsapatnál, harmadik idejét is kikérte Gasper Rokorn. Szusszantak egyet a játékosok, mindent megbeszéltek. Mindenki tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy nyerjen a csapata. És akkor rövidesen meg fogjuk tudni majd. A végén Curry kezében a labda. Filipović. Curry távolról. Lepattanó labda, el tudjuk ütni. Perl ismételhetne. Próbál betörni. Tauras kapja a személyi hibát. 30 másodperc maradt a találkozóból, Perl pedig két büntetőt dobhat. És két pontra hozhatja föl csapatát.
első jó. 77-74. A második kiperdül, és a soproni csapat jöhet. Időt kér Kostas Flevarakis, várható volt. 28,6 tized. A hátralévő idő. Kérdés, hogy meddig tudja megtartani a labdát a Sopron. Tud-e kosarat szerezni? Faltol-e a falkódát? Majd meglátjuk. Kár itt most emlegette, hogy milyen variációk lehetnek, vagy el fog dőlni. Minden esetre 3 ponttal 77-74-re vezet 28,6 másodpercre a találkozó vége előtt a Sopron KC csapata a Falkó KC Szombathely együttese ellen. Rivers kezében a labda. És nem sikerült játékba hozni, eladtuk a labdát, támadó fal. Perl belegyalogol Riversbe. Nem tudott elmenni az alapvonal mellett, tovább akarta tenni a labdát Currynek, és közben fellökte Riverst. Sok idő nem ment el, pontosan 24 másodperc van vissza, csak hát játékba kéne hozni a labdát. Carter kapja meg. Ketten is csapdázzák, megvan, de ott van Thompson, és hát tudjuk hozni a labdát. Úgyhogy most egy kis időtöltés ott a gyűrű alatt. Thompson pedig dob egy duplát, bedobja. Filipović. Curry távolról, nincs kosár, miénk a labda. Rálépett a vonalra Carter, de ennek már nincs jelentősége, azt hiszem. 5,8 másodperc maradt vissza. 79-74 az eredmény. A vendégcsapat jöhet. Na nézzük, Perl még eldobja, lesz kosár, nem lesz kosár. Carter megszerzés vége a találkozónak, és hatalmas meglepetés, hatalmas bravúr Sopronban, a Novomatic Arénában. Megnyeri a Falkó elleni mérkőzését egy hónap szünet után a soproni csapat 79-74 arányban. Én úgy gondolom, hogy reménykedtünk, bíztunk mondjuk azt a csodában, és hát ez a csoda bekövetkezett. Nagyon sportszerűen gratulálnak egymásnak a játékosok. És a játékosok, hát látható, nagyon örülnek ennek a győzelemnek, hiszen nekik most már szinte minden mérkőzést nyerni kellene ahhoz, hogy kicsit előrébb lépjenek. Zúgna, szép volt fiúk, hát szép volt fiúk. A férfi kosárlabda bajnokság 20. fordulójában Sopron KC, Falkó KC, Szombathely 79-74, és én úgy gondolom, hogy ez a forduló meglepetése lesz. Ez a találkozó. Csak gratulálni lehet a fiúknak. Én azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy teljes mértékben egyenrangú ellenfelei voltak ezen a találkozón a Falkó csapatának, akik őrzik első helyüket ezután is a táblázaton, de hát elszenvedték ezzel harmadik vereségüket. Hát nem sokan győzték le a Falkó csapatát ebben az idényben. Én ezekkel a képekkel búcsúzom önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Takács Gábor operatőr kollégám nevében is.
További szép estét kívánok önöknek, viszontlátásra, viszontalásra, Vajzik Jánost hallották.